keltett fel. Hosszú volt az éjjel, most megkapkodnunk kell. Irány a fürdőkád, mielőtt visszaránt az ágy, meg botrom a sarkában. Gyerünk tovább, négy kézláb, mire elindulnék végre. A szomszéd feltart, hogy a tévé elsőt mondott, már a megszél vihart. A fashion fog krémes, a hajam meg kócos. Látom már ez a nap krémes, de akkor sem leszek morcos. Ha most kiborulnék, nem inném, hogy az élet szép. Lehetne búslakodni, és még nem is tévednék. Minden okkal történik, ezt tudom régeség. Nem harcolunk ellene, itt de jobb a békesség. Balába keltél fel, egy kicsit elkésel. Az élet felképel, magadnak nézd el. Mosolyog és mondd, nem ugye, hogy jobb. Elszáll a gondold, még jó, hogy sokkal jobból, csak másnak jut, nem nekem. A párom fáraszt, a főnököm meg szemtelen. Úgy eltűnnék már, mint felhőkben a napsugár. Semmi baj, kitart a csaj, mint nem öl meg, az kikupál. Tele a puton és nem Louis Vuitton. Unom, hogy nincs egy percesen nyugtom. Szana szép vagyok, mint a földön a cuccom. De üres a hűtő, a boltba leugrom. Hajnali nyolckor a barátnőm keltett, akit a pasiam ma megint ejtett. Szép, most döntetek bele is lelket, hogy nem tett róla. Mindent megtett, nem idegeskedem, tudom, az káros. Nyakabban a város, meg a szokásos dolgok. Amit csinálok, botrányos, de ráig hagyom, ez így rockstáros. Kezelem a helyzetet, baj nem lehet, ha utál a világ, majd megszeret az eget. Kiszínezem nálam az ecset, a jeget, megtöröm, csak előre megyek. Ha most kiborulnék, nem inném, hogy az élet szép. Lehetne búslakodni, és még nem. Na bum, így akar Lilian betörni a piacra. Szerbusz, szia, üdvözöllek szia. A műsorban. Sziasztok, hello. Szóval mondhatjuk, hogy te még friss hús vagy a piacon. Én nagyon, nagyon. Ebben a nagyon, szaknában. Nagyon. Mesélj egy kicsit, hogyan jött ez az ötlet, hogy te elkezdesz énekelni. Hát ez igaziból egész pici korom óta, még amikor beszélni nem tudtam kávé, akkor is énekeltem a WC-n, hogy tudják a szüleim, hol vagyok. Tehát mindig is énekeltem, mindig is érdekelt a zene, pici korom óta éneklek, táncolok, tehát mindig is részese volt az életemnek. Tehát ez így az egész így jött, ezzel szerettem volna mindig is foglalkozni, ez érdekelt, és így jött ez az egész. Na de hát ugye nagyon sokan szokták azt csinálni, hogy otthon a zuhany alatt énekelnek, de jobb az, amikor inkább nem énekelnek, viszont te hál' Istennek nem ide tartozol. Hogyan edzetted, hogyan képezted a hangodat? Hát én nagyon-nagyon sok énektanárhoz jártam, magánénektanárhoz is, kórusban is tanultam énekelni, tehát ez így mindig megvolt, illetve így barátnőimmel csináltunk otthon egy ilyen kis bandát, és a plüss állataimnak énekelgettünk otthon, ilyen kis mini koncertet adtunk. Tehát nekem így mindig is megvolt, hogy fejleszem magam, tanuljak, mindig is érdekelt ez az egész dolog, úgyhogy tanulok, fejlődök még mindig. Egyébként még az elején vagyok nagyon, ugye friss hús vagyok. Igen. Piacon, eléggé, de
de fejlesztem magam folyamatosan. Hogyan vették ezt az ismerőseid, hogy te csináltál egy ilyen, hát tényleg profinak mondható videóklipet? Hát nem én csináltam, de igen, én vagyok benne. Igen. Hát nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, volt olyan, hogy volt iskolámból rám írtak, hogy úristen, te ideig eljutottál, meg ilyenek. Pedig még én azt mondom, hogy még nem jutottam el túl sokáig, mondjuk, hogy egy lépést megtettem a hosszú úton, és tényleg, tehát mindenki jó fej, aranyos, ilyen egy-kettő negatív kommentet kapok, vagy visszajelzést, hogy például hogy egy gyerekkori egyik haverom, aki régen nagyon jó barátom volt, most meg így rám írt, hogy te nem azt tudod, honnan jöttél, meg ilyenek. Hát hogy ne tudnám, tehát tudom, honnan jöttem. Szóval az a lényeg, hogy most üzenj meg a rossz akaróidnak, hogy nem szálltál el magadtól. Nem szálltam el magamtól, és nem is fogok. Na, nagyon helyes. Viszont mégiscsak eljutottál valahogy idáig. Hogyan jutottál el addig, hogy legyen egy saját videóklipen? Hát próbálkoztam ilyen saját dalokat írni, YouTube-ról leszettem ilyen kis instrumentálokat, azokra írtam, aztán megismerkedtem BLR-re, és ő meg írt nekem dalokat, segített nekem, alapokat írt nekem, és akkor megszületett a Naboom ötlete igaziból, hogy én szeretnék egy ilyen pozitív hangvételű közvetlen dalt, ami így a hétköznapokról szól igaziból, és ő meg megvalósította nekem, úgyhogy tök jó, meg nagyon örülök, és az ő segítségével sikerült ezt az egészet összehozni, ami most látható. Uh-huh. Tervezed még a jövőben, hogy ugyanígy, ugyanebben a szakmában maradsz, és esetleg nagyobb vagy hasonló sikereket érjél? Igen, egyébként pont holnap után forgatom a következő klippet Ibivel, abban egy feat vagyok, egy rap verzém lesz, úgyhogy nagyon-nagyon várom már, és egyébként még idén tervezem, hogy kihozok egy szólódalt, jövőre meg lemezt szeretnék, de nem akarok így nagyon előre tervezni, inkább így meglépni fokozatosan a lépéseket, hogy na akkor most ezt, és akkor ezt, és ezt, és ezt, és ezt. Igaziból nekem az a lényeg, hogy amit én szeretnék üzenni, meg ami bennem van, azt így kiadjam, és az legyen. És nem gyors ez, hogy már tulajdonképpen ugye ebben az évben törtél be a YouTube csatornába, ha lehet ezt így mondani, igen. És már jövőre azt tervezgeted, hogy egy CD-d legyen. Nem, mert nagyon sok ötletem van, és nagyon-nagyon most gyorsan szeretnék haladni. Aztán meglátjuk igaziból, mi lesz, mik a visszajelzések. Engem az érdekel, hogy haladjunk, csináljuk. Én ilyen nagyon-nagyon törtető típus vagyok. És nem szeretném azt, hogy egy picit is azt érezzem, hogy most lelassult valami, most egy picit visszaült a dolog, hanem mindig feljebb szeretnék jutni. Ez nagyon jó, ebben a szakmában így nagyon sokat fogsz valószínűleg elérni, vagy remélem. Reméljük. Igen. Viszont a szavaidból én azt szűrtem le, hogy te inkább így a rap felé orientálódsz, így van ez? Igen, egyébként igen. Nagyon szeretek rappelni, meg közel is áll hozzám. De énekelni is szeretek egyébként ugyanúgy, meg azon a téren jobban kell még szerintem fejlődnöm, sőt tudom, hogy igen, jobban szeretnék fejlődni. A rap az nagyon érdekel, nagyon szeretem, nagyon én vagyok, nagyon szeretek így magyarázni, megmondani a tutit. Megmondó ember, a tutit. Vagy igaz, megmondó ember. Igen, hajjaj, a Naboomba is olyanokat mondok, hajjaj. Igen, szóval inkább a rap, de az énekes vonalat is szeretném képviselni. Utána meg egy idő után lehet, hogy kinövök belőle a rapből, és akkor csak az ének. Tehát, hogy bármerre tudjak majd nyúlni, hogy mit szeretnék. Bármerre tudjak majd nyúlni? Hát kell, mindig valahova mindig kell. Jó, senki ne gondoljon ebbe semmilyen rosszat. Dehogy is. Rossz az, aki rosszra gondol, tudjuk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és sok sikert kívánok. Köszönöm neked. Szépen.